Kérünk, áld meg ezt a földet, a te bőkezűségedből nyert ajándékot, és tölts el szívünket szent lelked örömével, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Szent mise keretében került áldás arra a földre, melyet a bukovinai temetőkből hoztak és helyeztek el a kismányoki székelyportán felállított keresztek tövében, melyek a bukovinai falvaknak állít emléket. Arra gondolva, hogy hamarosan elkopnak, mind ahogy történik is ugye Bukovinába, szép lassan, azért legyen, amivel meg tudunk emlékezni halottainkról. Az ott maradt ősök, a családtagok hiánya égette a bukovinai székelyek lelkét, mondta Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. Ezért döntöttünk úgy, hogy elhozunk egy kis darab földet, hogy legalább jelképesen velünk lehessenek halottaink. Legyen egy kis megszentelt föld, ami tulajdonképpen szimbolikus ugyan, de úgy gondolom, hogy most már minden ember számára, és főleg a fiatalmaink számára egy olyan remélem, egy olyan fajta megemlékezési lehetőség, hogy meg tudnak emlékezni azokról az ősökről, akiktől egy olyan kultúrát örököltünk, amelyet ugye a néprajzi táboron belül is tudtunk hasznosítani, illetve újra tanulni. Áldott védasszonyunk, boldogságos szent szűz, kegyes anyám, enyhítni gyermekét, fájó keserveit.